Üdvözletem mindenkinek! Ma azért gyűltünk itt össze, hogy mustra alá vegyük a Malmö csapatát, akivel a Ferencvárosnak Európa Liga mérkőzése lesz. Rögtön az intro után folytatom. Megpróbáltam egy picit részletesebben utána nézni, mit várhatunk el a Malmötől, milyen csapattal néz szembe ma este a Ferencváros csapjunk is egyből bele a lecsóba? Talán ezt az oldalt látogatja mindenki, elsősorban, hogyha az ellenfelet meg akarja nézni, ez a Transfermarkt oldal, sok mindent elárul már maga ez az oldal is, hát többek között azt, hogy a játékos keret értéke a Malmőnél kevesebb, mint a Ferencvárosi, tehát 37,8 millió euró a úgy nézem, hogy 24-szeres svéd bajnoké, az átlag életkor 28, ez érdekes, és hát nézzük meg, hogy milyen értékű játékosok találhatók a csapatban. Ugye azt láttuk, hogy 30, mennyi? 37,8 millió euró, azért feltételezhető, hogy nincsenek nagy formátumú, nagyon drága játékosok, viszont a fiatalok és az idősebb skandináv, főleg skandináv játékosoknak az elegye alkotja ezt a csapatot. Egy kicsit én meg is lepődtem egyébként, mert hogy majd látni fogjátok, hogy egy teljes analízist, egy teljes kielemzést tudtam megtalálni a Malmö játékával kapcsolatban, és teljesen más kaptam, mint amit vártam, mert arra voltam felkészülve, hogy hát ez egy skandináv csapat, játsszák ezt a tipikus erőfutbalt, ezt a skandináv kikerrást, hát pont nem így van, mert az a, talán a Malmöre el lehet mondani, és most már ugye az új hullámos skandináv futballra, hogy hát bizony ők egy elég kombinatív játékot játszanak, és magát a, a, azt a tipikus skandináv stílust, amit, amit, a Szabival nagyon nem szeretünk, azt a, a, második és harmadik vonalakban lehet megtalálni, illetve mondjuk Izlandon tehát minden skandináv csapat igyekszik ezen a, ezen a sztereotípián változtatni, hogy ők nem tudnak szép és stílusos focit játszani. Hát mondjuk még félúton vannak ezzel kapcsolatban, de a, a, jelek azért már jók, mert belenéztem egy-két malmű mérkőzésbe, hát és igencsak meglepődtem a technikai színvonalon. Hát nézzük a, a játékosokat, ahogy látjátok, hát egy jobb magyar csapatnak az árait láthatjátok, mondjuk akkor, amikor a, a videóton egy kicsit följebb volt, mint most, akkor körülbelül ilyen értékű játékosai voltak. Hát a csapatnál föl lehetett még fedezni nem is olyan régen Dálint, ugye ő svéd válogatott volt nem is olyan régen, és hát ebben a csapatban játszott talán ez érdekesség, Ola Toivonen, aki egy csapatban játszott a Dzsuzsák Balázsjal még a PSV idejében, és ott azt hiszem, még a tavalyi év folyamán még játszott is, úgyhogy egyébként ő lesz a mérkőzésnek a, a svéd szakkommentátora, ezt a sajtótájékoztatón elmondták, és ami nagyon-nagyon meglepődtem a sajtótájékoztatón, amely mindjárt folytatom. Tehát ahogy, ahogy mondtam, a sajtótájékoztatón igencsak meglepődtem, mert nagyon-nagyon képben voltak a Ferencvárossal, illetve a magyar labdarúgással kapcsolatban. Mind a, a Rigström is, mind az Ola is. Hát eléggé meg is lepődtem, hogy mennyire képben vannak a magyar focival. Tudják, hogy a pályarekonstrukciós folyamatok zajlanak Magyarországon, tudják azt is, hogy a, a megpróbálják, megpróbáljuk a, a magyar labdarúgást a régi fényében ragyogtatni, ami hát kisebb, nagyobb sikereket hoz majd magával. Tisztában vannak a válogatott szereplésével, tisztában vannak a, a játékosokkal. Én nagyon-nagyon meglepődtem, de azon, viszont még jobban meglepődtem, hogy egy teljes analízist találtam a a malmö játékával kapcsolatban és euh Hát ebből a leírásba be fogom rakni ezt a, ezt a taktikai analízist, mert ez elég érdekes, hogy egy csapatról így lehet találni információkat, és biztos vagyok benne, hogy mások is megtalálták ezeket, és ezeket föl lehet használni egy csapatnak a bemutatására. A jellemző taktikai jegyeiket azért erről egész nyugodtan föl lehet ismerni. Most nem fogok egyébként belemenni enne, ebbe, mert igazán nem az én asztalom, ez az egész, és egy kicsit száraznak is tartom, de mondom még egyszer, berakom a leírásba, és hogyha valaki el akar vele bíbelődni, az egész nyugodtan, azt azért megjegyzem, hogy a Google fordító nem elég. Tehát ezt, ezt, azért nagyobb mélységekben kell tanulmányozni, de éppen ezért nem akarok belemenni, mert dögmulalmas lenne. Ha egy pár szóban össze kellene foglalnom a Malműnek a játékát, akkor uh, talán azon túl, hogy, hogy uh, meglepő, hogy nem a skandinávos erőfutballt játsszák, hanem, a, hanem megpróbálják betömöríteni az ellenfelet, megpróbálják becsapdázni az egyik oldalra, és a átadásokkal a másik oldalra a felfutó játékosaikkal próbálják a védelmet, tehát igen kellemetlen helyzetbe hozni. Ez az egyik taktikai elem, támadásnál egyértelmű, hogy feltérképezik az ellenfelet, és az ellenfélnek a szélső hátvédjeit kezdik el kicsipegetni, onnan próbálják meg a, a felállt védelmet bontani. Egyértelmű, hogy ők is a labda birtoklásra helyezik a fő hangsúlyt, ehhez viszont olyan fizikai, tehát olyan kondíció szükséges, ami azért eléggé ember próbáló, sok kis helyen próbálnak meg rengeteg passzal egyensúlyvesztést a létrehozni az ellenfél csapatánál. Nagyon jól látják a passzávokat, egyébként a futszal, rengeteget futszaloznak, ezt elmondja Rénström is. Tehát az ő filozófiájába nem, fér bele a, a, nem férnek bele az ütközések, ez már nem az ő játékok. ezt egyébként meg is jegyezte, hanem viszont nincsenek cselgépeik, minden olyan helyzetet, amikor egy az egyet kellene megoldani, akkor ők megpróbálják kierőszakolni a 2-1-es vagy 3-1-es játékszituációt. Tehát pontosan a labda környezetében nagyon komoly emberfölényt próbálnak meg kialakítani, viszont ehhez rendkívül összeszokottság szükséges, rendkívül komoly kondíció szükséges, rendkívül komoly passzpiztonság szükséges, ami most mondom el körülbelül ezredszerre, nagyon meglepő ez nekem, egy skandináv csapattól, ezért is kellene talán többet foglalkoznom, a nem csak a magyar futballal, hanem másokkal is, mert azok a sztereotípiák rögzültek benne, amit már százezerszer elmondtam, de azt is lehetett olvasni, hogy az a, tipikus skandináv foci már igazán csak a második vagy a harmadik ligában található meg, illetve mondjuk Izlandon, de nem a svéd első osztályban, ahol nem csak a Malmö játszó ezt a játékot, hanem a számunkra sem ismeretlen, mondjuk Gyurgárden. Tehát itt még egyszer a taktikai elemek, az alapfölállásuk általában 4-2-3-1 védekezésben, 4-3-3 vagy 4-1-1, amit szoktak játszani. Itt végig mehetnénk az egészen, itt a képeken majd azok, akik igazán a mélységeikben akarják megismerni, ezek a taktikai elemeket láthatják, hogy minden irány arra mutat, hogy próbálják becsapdázni az ellenfelet, 2-1-es játékszituációkat kialakítani második vagy harmadik embereket bevonni a, a, a passzjátékba. Hát, ami még nagyon-nagyon fontos, ugye használják ők is ezeket a hollandos hosszú passzokat, próbálják általában a mezőnyben a földön tartani a labdát, viszont a, a rögzített szituációkban sem gyengék, mert mindjárt odalapozok egy pillanat, Hát a Fradi által is használt elemeket szokták mondjuk egy szöglet variációnál használni, amikor a beívelt labdára tömegesen egy, egy, kis adott területen belül négyen, öten is felugranak, így teljesen össze tudják zavarni az ellenfél védelmét, és a legjobban fejelő játékost el tudják bújtatni ezen a csoporton belül, a többiek pedig védelmet biztosítanak a számára. Hát itt látható, többek között az egyik ilyen szituáció. Ezt a Ferencváros is szokta alkalmazni egyébként a Varna, Varga a védelmére. Amit talán még megfigyelhető a variációknál, hogy három-négy játékos várakozik, akik azért nem restek távolról is próbálkozni. Tehát ugye a 16-oson belül ott az 5 feles előterében, a 11-es pont is az 5 felesnél próbálnak tömörülni, ez az egyik csoport, a, a többiek pedig követik a, a labdának a mozgását, próbálnak irányban maradni, és nem első szándékból próbálják egyből kapura rugni, hanem a legjobb helyzetben levő játékost próbálják, aki általában a legtávolabb helyezkedik, neki próbálják lövésre visszagurítani. Tehát ennyit itt, itt a különböző variációk többek között a, a csoportban való mozgásról, tehát egy nagyon-nagyon nehéz ellenfél lesz. Nagyon kompakt csapat, jól védekeznek, ugyanabban a stílusban játszanak évek óta. Hogyha hoznak valakit a csapathoz, vagy az utánpótlásból, vagy más csapatból, azokat általában posztra szokták hozni, nem pedig, mint sajnos Magyarországon előfordul, adhok jellege a lepattanó játékosok. A legdrágább játékost azt hiszem az elmúlt idényben 9 millió euróért vagy fontért tudták eladni Angliába. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kompakt és nagyon-nagyon nehéz ellenfél lesznek ők. Ami ellenük lehet a fő fegyver, azok az egyéni képességekkel megáldott játékosok, mint például a száldánya. Mert ha mi fölveszünk a kesztyűt, ugyanabban a játék stílusban játszanánk, mint a svédek, akkor ők abban jobbak. Tehát azt, azt amit még most a Ferencváros tanul Pascal Janzentől, ezt a kombinatív, apró játékot, azt a, azt ezek a skandinávok a Malmö már évek óta játsza. És mi abban hiába esetleg vannak olyan játékosaink, akik technikailag jobban képzettek, de nem szoktak ehhez a kompakt játékmodorhoz teljesen hozzá. Hát így az ő, az ő erősségük inkább nem no, a csapatjáték nekünk pedig talán az lehet velük szemben, hogy az egyéni képességek tudnak esetleg váratlan szituációkat teremteni. Meg kell, hogy mondjam ettől a mérkőzésről, sokkal jobban félek, mint a Premier League csapattal szemben, mert a magyar csapatok mindig megkinlódnak a skandinávokkal, és és most a skandináv csapatok közül az egyik legjobb fog szembejönni, és ne hagyjon minket megtéveszteni az, hogy, hogy a játékos keretük most nagyon idézőesen mindössze 30-40 millió euró és a Ferencvárosi több, az biztos, hogy az egyik legnehezebb mérkőzés vár a, a csapatra, és meg, hogy mondjam, egy, egy döntetlent már bravúr eredménynek tartanék velük szembe, és nem vagyok kis hitű, és hiszek abban, hogy a Ferencváros jó, de ez a csapat nagyon összeszokott, nagyon kompakt, nagyon tudja, hogy mit akar csinálni, és egy kiváló edzője van. Hát ennyi lett volna ez a kis bemutató a a részemről, lehet, hogy egy kicsit zagyvának tűnt, de berakom a, a leírásba ezt a taktikai elemzést, és meglátjuk, hogy annyi információt kellett volna átadni, amit nem akarom most 30-40 percekig elemezgetni, mert az nem én vagyok. Tehát én csak annyit tudok mondani mára, hogy hajrá Ferencváros, hajrá magyar szurkolók, sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!